továbbra is tüntetnek a gazdák, inkább hagyják elrohadni az almát a termelők, mint hogy 13 forintért adják kilóját. Évtized múlva is veszélyes lehet, minden egyes napozással és leégéssel egyre növekszik a későbbi bőrdaganatok kialakulási valószínűsége. Szolgálati kutyák versenyeznek, a nemzetközi megmérettetésre 5 országból több mint 80 versenyző jelentkezett. Inkább hagyják elrohadni az almát a gazdák, mint hogy 13 forintért adják kilóját. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! A szüret elhalasztásával és útlezárással tiltakoznak továbbra is a szabolcsi gazdák, mivel a feldolgozó 13 forintot akar fizetni az ipari alma kilójáért. A gazdák 25 forintos felvásárlási árat szeretnének. Az Agrárminisztérium támogatásáról biztosította az almatermelő gazdákat, Nagy István agrárminiszter kedden délután fogadta is a küldöttségüket. A teherautó platóján rohad az alma Vásárosnamény határában egy osztrák tulajdonú léüzem előtti parkolóban. A gazdák azt mondják, inkább leseszedik a gyümölcsöt, ha nem kapnak érte legalább 25 forintot. A jelenlegi 13 forintos kilónkénti ár ugyanis csak a szüretelés költségeit fedezi. A jelenlegi 13 forintos léalmár az a gazdatársaimnak, jó magamnak is elfogadhatatlan. Több éven keresztül az Agrona Juice olyan árat adott a gazdáknak, amiért éppen-éppen tudott belőle kijönni a gazda. Most a gazdatársaimmal 25 forintval gondolnánk a léalma árát, és az többet is elhangoztattam, hogy egy gyufa 13 forint, és egy kiló léalma is 13 forint. Nyilván mind a kettőre szükség van a világon, de úgy gondolom, hogy ebbe akkora erő van, akkora munka ebbe a gyümölcsbe, hogy ez nevetséges, ez a 13 forint. És ez sértő a gazdatársaim számára is. A demonstráción feszült volt a hangulat a délelőtt folyamán. Helyszíni beszámolók szerint a cég vezetői rendőrt hívtak a demonstrálókra. Miután egy teherautót követve, amely mégis le akarta adni az almáját, a demonstrálók egy kisebb csoportja a sorompón átjutva betört az üzem területére. A demonstráció tovább folytatódik. Annyi friss információnk van, hogy Jakab István elnök úr, mint Magosz elnök, Nagy István a földművelési miniszterrel tudott egyeztetni. Emiatt 3 órakor minden dolgát a miniszter úr félbehagyja és fogadja a bizottságot, az itt megalakult termelői bizottságot. Nagy István agrárminiszter korábban a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, nem hagyhatjuk, hogy az élelmiszerlánc leggyengébb szereplői kiszolgáltatottá váljanak. A felvásárlók ugyanis ki akarják használni a gazdákat, mert tudják, hogy a termény romlandó, tehát eladási kényszer van. Több megyében is másodfokú hőségriasztás van érvényben a met.hu adatai szerint. Ez Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Bács-Kiskun megyéket érinti. Az ország többi pontján, köztük megyénkben is elsőfokú riasztás van érvényben. Az enyhülés pénteken várható, ekkor már csak 3 megyében lesz elsőfokú hőségriasztás, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét már nem érinti. A bőrünk minden napon töltött órát, valamint a káros UV-sugárzás hatását is megőrzi, és mintegy összeadva raktározza. Vagyis minden egyes napozással és leégéssel egyre növekszik a későbbi bőrdaganatok kialakulási valószínűsége. A szakértők szerint a ma 40-50 éves generációban igen magas a bőrrák és más bőrdaganatok kialakulásának kockázata, mivel az ő gyermekkorukban kevés hangsúlyt fektettek a napvédelemre. A bőrgyógyászok ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy minden pigmentfoltot tartsunk szemmel. Régi ideig az mondás, hogy a bőr nem felejt. Már a leégés előtt olyan károkat okozhatnak a káros UV-sugarak a bőrön, amelyek évtizedekkel később bőrrák kialakulásához vezethetnek. A kockázatot növelik a túl hosszú napfürdőzések, a szolárium használata, de a bőrtípusunktól is függ.
Négy bőrtípust szoktunk megkülönböztetni, ami Magyarországon nagyon gyakori. Az egyes bőrtípus, akinek nagyon világos a bőre, vörös a haja, mindig leég, sose barnul le, ezek az egyes bőr, ezek potenciálisan kivant, veszélyeztetettebb bőrű emberek. Mindenképpen nekik szigorúan tilos napozni, vagy ne is akarjanak lebarnulni, egyrészt mert sose fognak, másrészt meg minden egyes napon töltött idő csak a bőrrák kockázatát növelik. A kettes bőrtípus, aki mindig leég, de azért már le tud barnulni, a hármas, aki már csak időnként ég le, a négyes bőrtípus pedig sose ég le, de mindig lebarnul. Természetesen ezeknek sem szoktuk azt javasolni, hogy nyugodtan menjenek ki a napra is napozzanak, vagy járjanak szoláriumba, mert nekik is kisebb kockázattal, de nekik is, ha összeadódik, akkor az életkor előre haladtával nő a kockázata a bőrrákoknak. Nem csak a bőr barnul, hanem az azon található sérülések, foltok és anyajegyek is. A bőrgyógyászok dermatoszkóppal vizsgálják az anyajegyeket, ez egy 10-szeres nagyítást biztosító bőrre helyezett mikroszkóp. Nem feltétlenül kell rögtön bőrgyógyászhoz menni átvizsgálásra, saját magunkon is lehet egy alapszintű vizsgálatot végezni. Van egy ABCD szabály, amit könnyen meg lehet jegyezni, hogy mit kell nézni egy anyajegynél. Ha az anyajegy aszimmetrikus, tehát nem szép, kerek vagy ovális, hanem aszimmetrikus egy anyajegy, ha a határa elmosott, akkor ha a színe tarka, tehát hogy nem homogén, világos barnább vagy sötét barnább, hanem egyik helyen világosabb, másik helyen sötétebb, illetve hogyha nagyok ezek az anyajegyek, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni. A WHO becslései szerint évente 2-3 millió ember betegszik meg világszerte jóindulatú bőrdaganatban. Közülük közel 130 ezeren érintettek a legismertebb bőrrák, vagyis a melanóma miatt. Ezért a WHO egyik célja, hogy 18 év alatt tilos legyen a szolárium használata. Második alkalommal rendezik meg Magyarországon a Nemzetközi Szolgálati Kutyás Versenyt, ezúttal Baktalóránd házán. A megmérettetésre 5 országból több mint 80 versenyző jelentkezett. Magyarországról a rendőrség mellett a társszervek, valamint a kutyás egységgel rendelkező hatóságok is részt vesznek a háromnapos eseményen. Gazdáik mellett sorakoznak a kutyák a háromnapos rendezvény nyitó ceremóniája, valamint az azt követő eligazítás alatt. Ezután a kutyák egyesével kezdik meg az engedelmességi bemutatójukat, amelyet a zsűri már pontoz is. A Nemzetközi Szolgálati Kutyás Versenyt második alkalommal rendezik meg Magyarországon. Második egy kicsit nagyobb szabású, több ország meghívások, 8 ország, ebből 4 ország nevezett, Lengyelország, Románia, Csehország és Szlovákia, tehát több mint 10 fővel külföldi versenyző is részt vesz, illetve közel 80 versenyző összesen Magyarországon valamennyi területi szerv, illetve képviseli magát, illetve társszervek, büntetésvégrehajtás, polgárőr szövetség, illetve a Magyar Honvédség is nevezett egyes szakterületeken, olyan szakterületeken, amilyen kutyákkal ők rendelkeznek. 4 szakterületen történt a nevezés, járőr, kábítószerkereső, robbanyagkereső és nyomkövető szakterületen, így a külföldi versenyzők is ebben szép számmal jöttek, illetve valamennyi területi szerv, szinte a 4 lehetőség, 4 opciót kimerítve, 3-4 fővel nevezte magát. Ádám Zsófia és hivatalosan B. Armageddon nevű, de csak Takának szólított belga juhász kutyája többek között helységet és csomagokat fog átvizsgálni, valamint egy terepkutatásban is részt vesz. A készenléti rendőrség tűzszerész szolgálatát képviselem a versenyen, a robbanóanyag keresésben indulunk a kutyámmal Takörrel, és hát az elmúlt egy hónapot azt aktívan felkészüléssel töltöttük. Mindenféle szituációs feladatokat csináltunk a kutyának, emellett az engedelmességi és ügyességi feladatokra is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, illetve a készenléti rendőrséget a militári akadályverseny számban is mi fogjuk képviselni. A verseny háromnapos szakmai részből áll, majd pénteken egy nyílt napot tart a rendőrség, amelyre a szakmai vendégek mellett az érdeklődő látogatókat, valamint a gyermekeket is várják. Lesz többek között kutyás bemutató, fúvószenekar és tűzoltósági habparti is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-Alföldi pénzügyőrei egy napon, három helyszínen összesen több mint 66 millió forint értékű cigarettát és vágott dohányt foglaltak le, írja a NAV közleményében. A pénzügyőrök egy észak-alföldi ingatlan átvizsgálásakor találtak rá 700 kg vágott dohányra,
valamint több illegális dohány feldolgozására alkalmas eszközre, mindez 58 millió forint értékben. Ugyanezen a napon egy közúti ellenőrzésen találtak 3000 doboz, 4 millió forint értékű adózatlan cigarettát is. A harmadik helyszínen, a zöld határon egy ukrán-magyar állampolgárt tartóztattak fel a NAV munkatársai, akitől 3200 doboz cigarettát foglaltak le, szintén 4 millió forint értékben. Az elmúlt hetekben többször is visszaéltek az egyik nagy telekommunikációs társaság nevével és ügyfeleinek jó hiszeműségével. A UPC Magyarország honlapján hívja fel a figyelmet arra, hogy ismeretlen személyek ügyfeleiket megkeresve ajánlják fel, hogy átvállalják az előfizetett szolgáltatást, hogy terhet vegyenek le a vállukról. A közlemény szerint viszont valójában azért keresik az ügyfeleket, hogy hozzájussanak a személyes adataikhoz, valamint hogy az átírási kérelem elbírálásának befejezése előtt eltulajdoníthassák a UPC média készülékeiket. A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy minden olyan esetben, amikor átírási kérelemmel keresik meg őket telefonon vagy interneten keresztül, egyeztessenek az ügyfélszolgálattal a folyamatot illetően, hogy megelőzhetők legyenek a visszaélések. A Móricz Zsigmond Színház tavaly nyár közepére közel 2300 nagyszínpadi bérletet értékesített. Idén ugyanekkorra már több mint 3500 bérletet adtak el. A kamaraszínpadi bérletek számánál is jelentős, közel 20%-os a növekedés. Nyáron ráadásul számos dolog megújult a Nyíregyházi Színházban, amelytől még komfortosabb lesz majd a nézők számára a színházi élmény. Hamarosan kezdetét veszi a 2018-2019-es évad a Móricz Zsigmond Színházban, amely számos újdonságot tartogat majd a nézőknek. Ilyen például a VIP szalon, ahol a büfétől független catering szolgáltatás, pezsgő, bor, kávé, üdítők és apró sütemény várja majd a VIP bérlettel rendelkezőket. Tavaly a felnőtt nagyszínpadi előadásainkra mindegy 3300 bérletet adtunk el, október végével bezárólag. Most ez már a 3500-at is meghaladta, és még két hónap hátra van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút jól alakult. Illetve a kamaraszínpadi előadásainkra is 460-ról 550-re ment fel a bérletesek száma, mint egy 20%-kal emelkedett. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép szám. A nyár nem csak a pihenésről szólt a színházi dolgozók számára. A színészek sokat próbáltak, többek között a meseautóra, de a színház műszaki dolgozói sem unatkoztak. Számos dolog megújult a nyár folyamán, amitől még komfortosabb lesz a nézők számára a színházi élmény. Majdnem 13 millió forintot költöttünk a nyáron mindenféle munkálatokra. Itt a háttérben látható lépcsők lettek felújítva, megtisztítva, a korlát került beépítésre, a közvetlen bejáratnál a szélfogó kapott egy nagyon szép faburkolatot, illetve az került kifestésre, valamint a nézőtér tetején látható Bartenbach világítás LED fényekre lett cserélve, ami sokkal gazdaságosabbá teszi a működtetését. VIP szalont alakítottunk ki, ahol várjuk majd a VIP jegyes vendégeinket. Világítótáblákat szereltünk fel hetet szervezőirodába, nagy színpad előterébe, kamara színpad előterébe, úgyhogy rengeteg-rengeteg olyan dolgot, amit a nézők is értékelni fognak. Még egyet emelnék ki, a székek számozása, ami talán sok mindenkinek okozott problémát, hogy eldöntse, hogy baloldalt vagy jobboldalt vizsgálgassa a karfát. Innentől a székek tetején lesz látható egy kis részszám, és nem lesz ezzel probléma. Az új évadban visszatérő színházigazgatók is rendeznek, úgy, mint Tasnádi Csaba és Verebes István. A közönség láthatja majd a Manót, a Rettenetes Szülőket és az Oszkárt is. A Gyerekek Hamupipőke és a Kis Hablány történetét is láthatják. A nagy színpad pedig olyan daraboknak ad helyet, mint a Meseautó vagy a Balfácánt vacsorára. Megszerezte első élvonalbeli gólját és pontját a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 ötödik fordulójában a Puskás Akadémia otthonában játszott 1-1-es döntetlent. A kisvárda szombaton a Diósgyőrt fogadja a Várkerti stadionban.
Az új vezetőedző Dajka László első alkalommal irányította a Kisvárdát, amely pontszerzésben reménykedve lépett pályára felcsúton. A 23. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Danilovics ütött el Ilicset a 16-oson belül, Kassai játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Horváth Zoltán végezte el a büntetőt, az állva maradó Danilovics pedig kiütötte a labdát. A 28. percben a hazaiak kerültek helyzetbe, Knezevics lövését a felső léc hárította. Az 58. percben megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia, Balogh középre gurított labdáját, Knezevics lőtt a léc alá. A 76. percben Horváth visszagurított labdájából Anderson lőtt hatalmas kapufát, egy perccel később viszont már gólt ünnepelhetett a Kisvárda. Ezúttal Ilics gurított vissza, Lukács pedig kilőtte a bal felső sarkot. A hosszabbításban a győztes gólt is megszerezhette volna a Várda, azonban előbb Danilovics, majd Trajkovszki hárított, így maradt az 1-1-es döntetlen. Óriási léptünk előre, tehát hihetetlen sokat birtokoltuk a labdát, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, fölmentünk a hazai csapatra, nem féltünk, nem álltunk vissza védekezni. Az elején még kevés lehetőség volt, aztán jött a 11-es. Már nyilatkoztam egy pár szó, hogy a futballban egyáltalán nem mindegy, hogy kirúgja az első gólt. Ez amikor rúgjuk a 11-es, akkor a hazai csapatnak kockáztatni kell, ki kell nyílni, és lehet, hogy a lehetőségünk lettek volna, hogy el tudjuk dönteni a mérkőzést. De ez már mind utópia. Talán azt mondom, hogy ugye a helyzetek alapján álltunk egy jó mérkőzést, minőségében nem volt kitűnő, de hatalmas küzdelem. A hazaiak edzője Bencs és Miklós szerint megérdemelt volt a kisvárdai pontszerzés. A játékosaim tudásuknak alacsony százalékát vitték ki a pályára. Úgy gondolom, hogy mind a labda nélküli mozgásban, mind pedig a labdás kezdeményezésekben alulmutattuk korábbi önmagunkat. Nem hoztuk azt, amit elvártunk volna. Tehát, gyenge volt a kezdés, a fél idő pont erősítettem a lánycserét is, végrehajtottunk, úgy gondolom feljavult a játékunk, ebből ugye a helyzetek gól is volt, sajnos nem tudtuk lerúgni egy nagy helyzettel a második gólt, hiszen azért a lehetőség megvolt rá, ugyanakkor a végén a Kisvárda sokat kockáztatott, benne volt a döntetlen a mérkőzésben, ezt hozták is. Megfőképp azért, mert nagyon csapongó volt a játékunk, nem uraltuk a játékot, nem tudtuk azt a focit hozni, amit mi szerettünk volna, tehát ezt a labdabirtokló játékot pedig pont ezzel kellett volna megfogni a Kisvárdát, illetve a mérkőzést, de ebből egy ilyen csapongó játék alakult, amiben elnyúltunk, csapatrészek nagyon hosszúak voltak, és a Kisvárda akarata érvényesült, hiszen egy pontot elvittek. Az 5. forduló további eredményei a következők: Debrecen MTK Budapest 3-3, Ferencváros Paks 1-1, Újpest Mezőkövesd 1-1, Budapest Honvéd Molvidi FC 0-3 és Diósgyőr Szombathely 1-0. A tabella élén a 13 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 12 pontos Budapest Honvédot. Az 1 ponttal sereghajtó Kisvárda szombaton a Diósgyőrt fogadja. Szolnokon játszott zárt kapus edzőmeccset a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a hétvégén Szlovákiába utaznak, ahol a Svit és az Igló ellen lépnek pályára. A bajnoki rajton szeptember 15-én Oroszlányban szerepelne a nyíregyházi gárda, a hazaiak azonban egy későbbi időpontban akarják lejátszani a mérkőzést. A bajnoki címvédő, bajnokok ligájára készülő Szolnok a kék cápákat választotta első felkészülési meccspartnerének. A zárt kapus találkozón érvényesült a papírforma, a hazaiak magabiztosan győztek, de a vendégeknek sem kellett szégyenkezniük teljesítményük miatt. Sitko Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója elmondta, megtisztelő volt számukra a szolnoki megkeresés, a kék cápák játékosai a legjobb magyar csapat ellen mérhették le, hogy hol tartanak. Mindenképpen szeretnénk új dolgokat alkalmazni, azért néhány éve már így együtt vagyunk. Szeretnénk azt kihasználni, hogy bizonyos dolgokat mi már tudunk, és tovább szeretnénk lépni ennek a kérdésében. Úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul. Halkan jegyzem meg, hogy 15-én kezdődik a bajnokság, Oroszlányban kezdünk, de az Oroszlány nem akarja ezt a mérkőzést 15-én játszani, hanem csúsztatni szeretné valamilyen másik időpontra, ami azt jelenteni, hogy esetlegesen még több időnk van a felkészülésre, és még nyugodtabban tudunk készülni. A Nyíregyháza Blue Sharks a hétvégén Szlovákiába utazik, ahol két mérkőzést is játszanak majd Busz Ivánék. Pénteken fogunk utazni, és pénteken délután 5 órakor Svitben szeretnénk játszani egy mérkőzést. A legutolsó ottani mérkőzésünk furcsa körülmények között zárult, mert 4 emberrel fejeztük be. Remélem, hogy most felkészülünk mindenre, és ezt is el fogjuk bírni, ha esetleg ilyen dolgot tapasztalunk majd. Majd ezután a mérkőzés után átmegyünk Iglóra, és
szombat délután pedig ott szeretnénk játszani egy találkozót. Örülök annak, hogy nem csak magyar ellenfelek ellen tudunk felkészülni, mert szeretnénk néhány dolgot megnézni, aminek nem örülnék, hogyha már a bajnokság kezdete előtt kiszivároghatna. A nyíregyháziak a bajnoki rajtig még pályára lépnek egy Miskolci tornán is, valamint a MAF csapatával is megmérkőznek, és van egy veszprémi meghívásuk is a Szápáknak. Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a Winston-Salemben rendezett keménypályás tornán. A világranglista 40. helyén álló nyíregyházi teniszező a 118. helyen rangsorolt argentin Andreo Zitol kapott ki 6-3, 4-6, 6-0-ra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Inkább hagyják elrohadni az almát a gazdák, mint hogy 13 forintért adják kilóját. A szüret elhalasztásával és útlezárással tiltakoznak továbbra is a szabolcsi gazdák, mert a feldolgozó 13 forintot akar fizetni az ipari alma kilójáért. A gazdák 25 forintos felvásárlási árat szeretnének. Az Agrárminisztérium támogatásáról biztosította az almatermelő gazdákat. Nagy István agrárminiszter kedden délután fogadta is a küldöttségüket. A bőr minden napon töltött órát, valamint a káros UV-sugárzás hatását is megőrzi, és mintegy összeadva raktározza, vagyis minden egyes napozással és leégéssel egyre növekszik a későbbi bőrdaganatok kialakulási valószínűsége. A szakértők szerint a ma 40-50 éves generációban igen magas a bőrrák és más bőrdaganatok kialakulásának kockázata, mivel az ő gyermekkorukban kevés hangsúlyt fektettek a napvédelemre. A bőrgyógyászok ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy minden pigmentfoltot tartsunk szemmel. Második alkalommal rendezik meg Magyarországon a Nemzetközi Szolgálati Kutyás versenyt, ezúttal Baktalórendházán. A megmérettetésre 5 országból több mint 80 versenyző jelentkezett. Magyarországról a rendőrség mellett a társszervek, valamint a kutyás egységgel rendelkező hatóságok is részt vesznek a 3 napos eseményen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 21-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a napos, meleg idő. Nyugat felől továbbra is száraz, meleg levegő érkezik térségünkbe, emiatt folytatódik a kánikula. Az éjjeli órákban derült és gyengén felhős időszakok váltakoznak, csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szelet többfelé élénk lökések kísérik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén gomoly felhős, jellemzően napos idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyenge hidegfronti hatást érezhetnek az arra különösen érzékenyek. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A hétvégéig folytatódik a kánikula, az ilyenkor szokásosnál mintegy 4-5 fokkal magasabb maximum hőmérsékletekkel, sok napsütéssel, de péntektől többfelé záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap hidegfront éri el hazánkat, ami véget vet a hőhullámnak, és a jövő hét elején már az átlagosnál hűvösebb lesz az idő.